Köszöntöm a Lenti Városi Televízió nézőit, lenti állampolgárokat. Végéhez közeledik a 2019-2024-es 5 éves önkormányzati ciklus. Néhány gondolatban, néhány mondattal szeretnék beszámolni arról a munkáról, amelyet az önkormányzat Lenti Város fejlesztése érdekében tett. Én úgy gondolom, hogy ezt az 5 évet zavartalan működés és dinamikus fejlődés jellemezte. Kötelező feladataink ellátását és az intézmények működését, zavartalan fenntartását biztosítani tudtuk, és a város fejlődése érdekében a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. Ha számszerűsíteni szeretnénk, 2019 óta az EU-s forrásból támogatott pályázatok összege meghaladja a 11 milliárd forintot. Valószínűleg elfelejtettük, hogy 2020-ban volt egy olyan COVID-járvány, amelynek következtében az intézmények, az önkormányzat korlátozottan tudott működni, és ez vonatkozott a cégekre is, és természetesen a feladatok megvalósítására is. Ezt a problémát, ezt az időszakot is sikeresen áthidaltuk, és ami most van és határozottan hatással van a város életére, Magyarország életére is, az a szomszédunkban lévő háború, amelynek a gazdasági hatásait éreztük. Ettől függetlenül jelentős beruházásokat, fejlesztéseket sikerült megvalósítani. Megújult a Lenti Gyógyfürdő és a Szent György Energiapark bizonyos területeken, bizonyos objektumokon. Kereskedelmi szálláshelybővítés történt, élményfürdő építés történt 3,1 milliárd forintból, és tudjuk, hogy az egyik legnagyobb foglalkoztatotti létszámot mondhatja magának a Lenti fürdő, 110-130 fő között ingadozik a foglalkoztatotti létszám, és a fürdő megnyitása óta már több mint 400 ezer vendég fordult meg a fürdőben, és a szálloda utolsó békeivben, hogy így fogalmazzak, kihasználtsága átlagosan 73% fölött mozgott. 2021-22-ben a gyógyfürdő gyógyászati részlege bővült oxigénterápiás egységgel, de ugyanakkor megújultak a belső medenceterek, megújult a téli főbejárat és megújult az étterem is. Megújítottuk a vállalkozó inkubátorházat, közműfejlesztést valósítottunk meg, ezek közül az egyik legkomolyabb a csapadékvíz rendszer felújítása volt, három projektben is sikerült ezt megoldani. Az első projektben a Petőfi út, a Kinizsi utca, a Lenti Szombathely és a Kerkagát voltak azok a területek, ahol beavatkozást végeztünk, és sikeresen megújítottuk a rendszert. A második projektben a Bánfi utca kétoldali csapadékvíz rendszerének megújítása volt, itt már új megoldásokat is alkalmaztunk vízmegtartó rendszerrel, és a harmadik projekt, amely a leghosszabb volt, a Kossuth út, Honvéd út, Dózsa út, Akácfa út, Szövetkezeti út, Ifjúság út, Átkötő utca, Vörösmarty út, Kisfaludi hegyalja, Sárberki patak, Bárszent Mihályfa és a Lenti Kápolnai falupatak, ezen kívül a Damjanics, Arany János út, Mihályfa út, Kölcsey út, Harangláb út, tehát összefoglalva a város és a városrészek, külterületek is érintettek voltak. Több mint 14 kilométer szakaszon került megújításra fedett, illetve nyílt csapadékvizelvezető rendszer. Nagyon komoly projektünk volt a geotermikus fűtési rendszer kialakítása, ahol két új kutat fúrtunk előzetes szakmai vélemények alapján. Sikerült a termelő és visszasajtoló kutakat rendszerbe állítani, gépészeti rendszert kiépíteni, 10 önkormányzati tulajdoni intézményben hőközpontot kialakítani, és a geotermikus energiával való fűtés, a beüzemelés megtörtént, és kedvezőek a tapasztalatok, gazdaságosabb a gázfűtésnél, és az intézmények jó részében nem kellett rásegíteni a gázenergiával. Nagy projektünk volt a zöld város kialakítása, a Táncsics út környezetének átalakításával, a volt temető parká alakításával. Építettünk egy nagyon szép sportpályákból, játszótérből, komfortpontból álló területet, ahol ezeknek a létesítményeknek az ingyenes használatára van lehetőség. A vasút és a gyógyfürdők közötti sétányt alakítottunk ki.
Felépült a Kódorné Nagy Marianna kézilabda munkacsarnok is. Nagyon régóta várták a kézilabdások ezt a jó hírt, és sikerült elsőnek az országban megvalósítani a kézilabda projektek között. Azóta is sikeresen üzemel, csak legutóbb idén májusban két diákolimpiai országos elődöntő is volt itt a kézilabda munkacsarnokban, amely egyrészt az ott folyó szakmai munkát dicséri, másrészt pedig azt, hogy olyan létesítmény feltétel lett végre Lentiben, hogy ilyen rendezvények megvalósításába is bekapcsolódhatunk. Megvalósult a Vörös Marti Mihály Általános Iskola komplex megújítása, és megtörtént a Vörös Marti Iskola ebédlőjének, főzőkonyhának átépítése, korszerű konyhatechnológia beépítéssel. Felújítottuk a városban található parkok egy részét, elkészült a Zrínyi út melletti park, a rendőrség melletti park átépítése is megtörtént, egyébként ezt az utóbbit is érintette a csapadékvíz projekt. A Széchenyi téren is átalakult a közlekedési útvonal, és bővült a park. Alkotmány úton, a Bánfi úton, az Ifjúság úton, Kossuth úton, Zrínyi úton új járda közlekedési felületeket alakítottunk ki. Ezen kívül belterületi és külterületi utakat építettünk és újítottunk fel a Hásfút, Tököl és Akácfa utca közötti szakaszát, a Betlen Gábor utcát, a Jókai és Tököli utcák szennyvízvezetékeinek, bekötéseinek megújítása is megtörtént, és a Táncsics út burkolat felújítását is megoldottuk. Több külterületi útnak a felújítását is elvégeztettük, Lenti Kápolna, Mihályfán, Lenti Szombathelyen, Máonfán, Lenti hegyen, az Előhegyi, a Törökerdő és a Haranglábutak kivitelezése történt meg, és sikerült megvalósítani egy biztonságosabb közlekedést a területen. Elkészült a Lenti hegy alatti körforgalom, melyet sokan kritizáltak. Én úgy gondolom, hogy ez a jövőnek épült. Az egyik leágazás a Lenti hegy felé vezet, a másik lakóövezet, illetve a Lenti egyik legnagyobb kereskedelmi cége felé, a harmadik pedig egy kialakítandó lakóövezet és a fürdő felé fog vezetni. A kerékpárút hálózat bővítését is fontos feladatnak tekintettük, mint egy 22 kilométer kerékpárút van Lentiben, és a kerékpározható közutaknak is a 70 kilométert meghaladó a hossza. A városba 5 irányból beközlekedő kerékpárutakat, bevezető kerékpárutakat kötöttük össze. Megvalósult a régiós hálózatosítás fejlesztés Máonfa, Kerkateskán, Szécsi sziget, Csömödér útvonal kiépítésével. Békeúti kerékpárút elkészült, a Lenti Máonfa közti kerékpárút felújítása szintén, és a Lenti Kápolnai kerékpárút felújítása és a Lenti Rédics közötti kerékpárútnak a megújítása is sikerrel járt, és a belterületi kerékpárút projektünk a Mumor felől beérkező kerékpárutat és a Máonfa felé vezető kerékpárutat köti össze, a Dózsa-György utcán keresztül a Petőfi utcán át, és ennek a projektnek volt része a Lovarda út és a Gyár útnak, az aszfalt felületének a megújítása, sikerült bekötni a kerékpáros hálózatba. Úgy gondolom, hogy a bevezetőmben taglalt COVID, illetve recesszió ellenére is voltak nagyon sikeres közösségi rendezvényeink. Mondhatnám, hogy a Városnapjával kezdődően Magyar Kultúra Napján, a Lenti táncversenyen, a néptánc bemutatókon, Lenti nyári estéken, őszi fesztiválon, Mikulásváráson, az adventi rendezvényekig évente közel 100 rendezvény volt városunkban, amelyet úgy az intézmények, tehát a Városi Művelődési Központ, a Városi Könyvtár, illetve civil szervezetek valósítottak meg. Több mint 20 komoly munkát végző civil szervezet egyesülete van a városnak. A lakossági LED csereprogram megvalósításait 430 háztartás kapott energiatakarékos világítótesteket. Részesei voltunk a településfásítási programnak.
a lenti idősbarát önkormányzat vagyunk, többszörös Virágos Magyarország díjazott, külön díjazott, és 9-szeres Kerékpáros Barát önkormányzat díjazott vagyunk, és csak az elmúlt hónapban több mint 1000-en vettek részt a TESZED önkéntesen tiszta Magyarországért akcióban. Nem csak a városban, hanem a város részekben is valósultak meg közösségi programok. Minden város részben idősek napját, adventi ünnepségeket tartott a városrészi önkormányzat. Hadd emeljem ki külön az olyan nagyobb rendezvényeket, mint például Lenti Szombathelyen a Mária ünnepet, ahol több megyéből érkeztek zarándokok, és lentiből is részt vettek, akár a cserkészeknek a régiós találkozóját, vagy Lenti Kápolnán a nagy sikerű nőnapot, ahol szintén tele volt a művelődési ház, és nagyon sokan vettek részt, és tapsoltak a fellépő fiataloknak, a városrészi szereplőknek. Három városrészben alakítottunk ki a lakosság kérésére játszóteret, Bárszent Mihályfán, Mumorban és Lenti Kápolnán. A LIDER pályázatnak köszönhetően azóta már használják a gyerekek, a fiatalok, és a másik két városrészben is tervezzük hasonló játszótérnek a kialakítását. Lenti Szombathelyen folyamatosan végezzük az energiaudvar megújítását, és Lenti Szombathelyen, Máhonfán a külterületi út megújítás projektben két útszakaszt sikerült megújítani. Néhány szó a zajdai gumihelyzetről is. Ennek a gumimennyiségnek az elszállítása, illetve hasznosítása ügyében a Zala megyei kormányhivatal intézkedett és intézkedik, jelenleg is folyik a szállítás, és 1500 tonna gumit fognak a következő időszakban elszállítani. Ennek a szállítása már megkezdődött, és folyamatos lesz az előttünk álló időszakban is. Felújítottuk az aradi vértanúk emlékművét és a közelében álló Petőfi Sándor szobor környékét. Lenti Szombathelyen és Lenti egyen található fa haranglábak új külsőt kaptak. Több kül- és belterületi közútnak a fejlesztése történt meg a város központi részén, a városrészekben és a Lenti hegyen. Megépült a Bottyánúti parkoló, az Alkotmány, a Bánfi ifjúság és a Kossuth utak mentén közel 2 kilométer járdát láttunk el térkőburkolattal. Fitnesspark létesült a város több pontján. Az elmúlt időszakban megújult két híd a 75-ös számúton Mumor és Lenti között, és előkészület alatt van további két híd megújítása is. Kapcsolatainknak köszönhetően szlovén, osztrák és horvát határon túli pályázatok voltak eredményesek, mondhatnám a City Cooperation, a Garden, az EC Toolbox, Energy Tour és horvát-magyar kulturális és turisztikai kapcsolatok fejlesztése terén megvalósult pályázatainkat. Jelenleg is folyamatban vannak pályázataink horvát-magyar, illetve szlovén-magyar uniós pályázatok megvalósítása történik most és a következő időszakban is. Egy 5 évre való visszatekintéshez hozzátartozik az előttünk való időszak feladatainak számbavétele is. A következő önkormányzati ciklusban szeretnénk mindenek előtt a város takarékos átgondolt működését folytatni, és az előttünk álló időszak fejlesztésére is gondolt a képviselőtestület. TOP plusz települési városfejlesztési programterv keretében már nevesített 8,1 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből járdákat, utcákat, parkolókat, zöld felületeket újítunk fel, de jut belőle energetikai korszerűsítésre, közösségépítésre és turisztikai fejlesztésre is, és pályázati forrásból készültek el a város jövőjét meghatározó tervek és dokumentumok, stratégiák. Rendelkezésre állnak a dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézet bővítésre vonatkozó engedélyezési tervek, a Városi Művelődési Központ szolgáltatásfejlesztés célzó műszaki dokumentáció is elkészült, és az új óvodai épület, amelyet a Petőfi utcában a régi óvodai épület kiváltására tervezünk, ennek az épületnek az engedélyezési tervei is elkészültek. Szeretnénk az elkészült körforgalom mellett építési telkeket kialakítani a Liponyak pataktól délre eső területen a Lenti hegy felé vezető út mentén önkormányzati tulajdonú 13 hektáros területünket.
Összességében a ciklus értékelését megmondva, én úgy gondolom, hogy az önkormányzat minden tagja a hivatal munkatársaival összhangban dolgozott a tervek megvalósításán, és ezért szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a tervezéstől kezdve a feladatok megszervezésén, a beruházások megvalósításáig részt vállalt ezekből a komoly munkákból. És én úgy gondolom, hogy a képviselőtestület készen áll a következő időszak előttünk álló feladatainak a megoldására is. Mi lehet a célunk? Egyetlen célunk van, úgy hívják, hogy Lenti. Továbbra is az a célunk, hogy városunk élhető, biztonságos, komfortos lakóhely, népszerű zöld pihenőváros és a régió folyamatosan fejlődő járási központja legyen.